Jól indult számunkra a mérkőzés, hiszen vezetést szereztünk, majd azt követően volt labdánk a 2-0-ra is, de sajnos ezt nem sikerült belőni. Ezt követően azonban hibáztunk olyanokat, amelyek azt gondolom, hogy ezen a szinten ezek nem elfogadhatók, hiszen amikor nem figyelünk egy bedobásnál, vagy száll a labda ilyen sokat a levegőbe, megvoltunk létszámba a góloknál, ennek ellenére gólokat kaptunk, így ennyi kapott góllal nagyon nehéz egy ilyen mérkőzést megnyerni, így vereség lett a vége. Üzsai Balázs egy kicsit más szerepkörbe játszott, mint eddig, mennyire jött be az a számítása? Hát most ha csak a mérkőzést nézzük, akkor az eredményt akkor nem, de természetesen ez nem az ő hibája, hogy ez a mérkőzés ez így alakult. Szűcs Tamás játszik egy kicsit magasabban, ő által a letámadásaink azok szerintem intenzívebbek. Balázsnak a jó labdái esetleg hátulról hasznosak lehetnek, de nem egy ember hibája ez a vereség, vagy nem egy rendszernek a hibája a vereség, hanem együtt olyan egyéni hibákat követtünk el, amiket nem tudtunk kijavítani, és így lett vereség a vége. Alig ha ilyen bemutatkozásra számított, eljutott a szurkoló kritikája jogosnak érzél, vagy csak a csalódottság, hogy egy presszis meccset elvesztett a csapat, ez szólt belőlük? Természetes, hiszen mindenki számára ez az legfontosabb rangadó, ezért megértjük a csalódottságukat, és tisztában vagyunk vele, hogy most mínuszról indulunk. Így nagyon fontos, hogy a következő mérkőzéseken javítsunk, hogy visszanyerjük a bizalmukat. Erről elég nem volt gond, de mintha a vezető találat minket zavart volna meg. Elég sok hibával, fontos dolgokból hoztam. Mi volt itt a probléma? Azt gondolom, hogy az elején valóban működött a dolog, amit csináltunk, utána reagált rá a hazai csapat, és ezt mi viszont nem jól reagáltuk le a pályán. Továbbra is erőltettünk hosszú labdákat, amikor be lehetett volna játszani a vonalak közé. Ezt nem jól oldottuk, meg a második fél időben ez jobban sikerült. Olyan játékosaink is voltak benne, akik jobban játszanak a vonalak között. Ez volt a terv, hogy őket majd később hozzuk be. Sajnos addigra már nagy hátrányba kerültünk.